És látom, igen. Na figyeljetek, hogy vagytok? Én nagyon izgatott vagyok. Folytatjuk János evangéliumát, nem, János levelét. És nagyon izgalmas lesz, viszont mielőtt ebbe belevágunk, szeretnék nektek bejelenteni valamit, és ez lehet, hogy a videón is rajta kéne, hogy legyen, úgyhogy úgy mondom, hogy az elkövetkező hónapokban, egész pontosabban, októberben tervezünk egy mini konferenciát Szegeden. Biztos emlékeztek, hogy itt voltak a Kovács Jonatánék egy kis csapattal néhány héttel ezelőtt, és micsoda áldott délután volt, és annyira felbátorodtunk ezen, hogy azt mondtuk, hogy mi lenne, ha most meg mi mennénk le Szegedre. És egy vasárnapot terveznénk ott tölteni, délelőtt mennénk le, valamikor reggel, és aznap itt nem lenne istentisztelet, hanem ott lenne egy délelőtti alkalom, beszélgetés, ebédelnénk valahol, délutáni alkalom, beszélgetés, és úgy jönnénk haza. Hát egy ilyen egész napos program, de szerintem eszméletlenül jó lenne. Biztos lenne tanítás is benne, de sok beszélgetés, ami Jonatánékkal egy külön élvezet. Úgyhogy vannak függőben lévő időpontjaink, azért ezt mondom előre, hogy tud tervezni. Október 18 vagy 25 lenne, és 10-kor kezdenénk az alkalmat, tehát úgy kellene leérni. Valószínűleg szerveznénk autót, tehát hogy nem kéne mindenkinek külön kocsival jönnie, majd így össze adnánk valahogy, kitaláljuk majd, hogy kinek van szüksége fuvarra, hova lehet még beszállni, hogy tudna ez működni. Jó, de annyiban tervezzétek ezt előre, hogy egyrészt kérlek gyertek, biztos nagyon jó mulatság lesz, és aznap itt nem lesz Isten tisztelet. Tehát ez egy ilyen kettős figyelmeztetés. Jó, rendben van? Oké. Ezt félreteszem. És akkor, ahogy az előbb is mondtam, folytatjuk János levelét, mégpedig ott, ahol abba hagytuk, a 3. fejezet 13. versénél fogjuk folytatni. Megkeresem a jegyzetemben, hogy pontosan hol vagyunk. És mielőtt a konkrét versekbe belemennénk, csak annyit hadd mondjak, hogy ez is egy olyan szakasz lesz, aminek első ránézésre egyrészt nem is biztos, hogy értem, hogy ez miről szól, mi a jelentősége, de ha érteni vélem, akkor egy ilyen dörgedelmes szövegrész. Tehát az ember nem szívesen olvassa, mert így összeszűkül, összeszorul az emberben minden. És csak kérlek, engedjétek el ezt a szorongást, ha esetleg ott volna bennetek, vagy ha nem volt ott, és most létrehoztam, akkor ne vegyétek komolyan. Mert szenzációsan jó és megszabadító az üzenete. És tényleg csak arra akarom felhasználni ezt a kis bevezető gondolatot, hogy ez újból és újból előjön a Biblia olvasásánál. Hogy az igét kétféleképpen, vagy lehet, hogy többféleképpen lehet értelmezni, de kétféleképpen biztos az Ószövetség szemüvegével, vagy az Új Szövetség szemüvegével. Ha az Ószövetség szemüvegével nézed, akkor minden, amit olvasol, arról szól, hogy neked mit kell megtenned. És ha így olvasod, az halál. Úgy értem, az rettenet. Ki a szösz akarna egy ilyen könyvet olvasni? Az egész lehetetlen úgy, ahogy van, az egész kárhoztató úgy, ahogy van, és nemhogy nem szabadít meg, hanem pont az ellenkezőjét teszi. Vagy olvashatod a bevégzett munkaszemüvegén keresztül új szövetségi szemüveggel, ahol mindazt, amit olvasol, Krisztus már megtett. És onnantól ez egy ajándéknak, egy meglévő valóságnak a felismerése és elfogadása, egy eszméletlen örömhír. Arról szól, hogy ez már rendben van, ez vagyok én, én túl vagyok a gólvonalon. Szuper, nagyon nagy különbség, de egy szemüvegváltással történik. És ezt a szemüvegváltást nem megteheted, hanem meg kell tenned. Ha nem teszed meg, akkor lepel van a szemed előtt, és amit olvasol, ugye ezt mondta az Úr a farizeusoknak, hogy kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van az örök élet, pedig azok az írások én rólam szólnak. Én rólam beszélnek. És ez lesz itt is az igazság. Úgyhogy mennyei atyánk, nagyon kérünk, hogy adj nekünk összpontosítást, és bontsd ki előttünk ezeket a szavakat olyan módon, hogy,
hogy megszabaduljunk általuk, hogy titkok lepleződjenek le, hogy az életünk előrelépjen, mert ez a te jó és tökéletes akaratod, hogy egyre jobban megismerjünk téged, és azáltal, hogy megismertünk téged, a kegyelem és a békesség meg sokszorozódjon az életünkben. Erre a sokszorozódásra vágyunk, ezért vagyunk itt. Köszönjük, mennyei édes apukánk, a te nevedben, a te fiadnak, a názareti Jézus Krisztusnak a nevében imádkoztunk. Ámen, ámen. Úgyhogy elolvasom a 13. verstől egészen a fejezet végéig, a 24-ig. Aztán nagyon röviden visszautalok a 3. fejezetre, és utána versről versre elolvassuk, és előre meg fogom mondani az olvasás után, hogy miről szól. És nagyon jó lesz. Úgyhogy, ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a testvéreinkért. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk, és akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Na hát, ahogy ezt olvastuk, ebben volt hideg is, meleg is, hangzott jól is, meg rosszul is. Amiről beszélni fogunk, és amiről ez igazából szól, az az, hogy hogyan teljesülhet minden kérésed. Ez a szöveg annak a kulcsa, hogy hogyan teljesülhet minden kérésed. Biztos hallottátok, ez ott volt benne. Úgy érzitek, hogy ez egy kicsit túlzás? Nem, csak figyeljetek oda. A másik kulcs szó ebben a szakaszban azzal a bizalommal vagyunk, és meg fogjuk nézni a görög szót, illetve azzal bíztatjuk a szívünket. Ez volt a 19. versben, ez a szó, hogy bíztatjuk a szívünket, lesz az egyik kulcskifejezés. A bíztatás az a meggyőzést jelenti. Meg kell győznünk a szívünket arról, hogy Isten fiai vagyunk, és hogy szabad szívvel, bizalommal szólhatunk ő előtte. És az azt megelőző szöveg pedig egy igazoló, bizonyító gondolat arról, hogy honnan tudhatja egy ember, hogy ő Krisztusé vagy sem. Úgyhogy az egész szöveg igazából a meggyőződésről szól, az Isten előtti vonalon túli bizalomról, aminek az eredménye az, hogy bátran szólhatunk Isten előtt, bátran kérhetjük Istent, és ahogyan itt az ige mondta, amit csak kérünk, megkapjuk tőle. Jó, és itt voltak feltételek is, azokat is meg fogjuk nézni. Úgyhogy mielőtt viszont versről versre belekezdenénk, szeretnék visszautalni a 3. fejezet elejére, ami szintén egy rázós és nehéz szövegrész volt, ahol a 10. verset szeretném
még egyszer előhozni, és aztán ennek a szövegrésznek a csattanóját, a magyarázatát. Erről ismerhetőek meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az üzenet, amelyettől kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint ahogy Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Na, ehhez azért kellett visszamenni, mert az egyik nagy kísértés, ami János levelének az olvasása közben ér minket, az az, hogy ószövetségi szemüveggel nézzük. Hogy azt gondoljuk, hogy amikor az igazság szót olvassuk, a bűn szót olvassuk, a cselekedetek szót olvassuk, akkor erkölcsi kiválóságot értsünk alatta, a mózesi törvénynek, vagy a kerettörvényeknek, vagy bármelyik erkölcsi előírásnak a betartását, vagy a be nem tartását. Mindeközben, ahogy visszahallgatjátok esetleg az előző üzeneteket, világos volt és megmutattuk, hogy végig a szövegkörnyezet az evangéliumról szól, az evangélium világosságáról, azaz arról, hogy az ószövetségi időben nem látták azt az igazságot, amely most Jézus Krisztusban jelent meg, miszerint ő igazzá teszi azt az embert, aki ő benne hisz. Egy új fajta igazság, egy új fajta jogrendszer, ahol Isten cselekedetektől függetlenül ajándékba, kegyelemből ajándékba adja az igazságot, a megigazultságot, az elfogadottságot az embernek, és kész. Ő ad egy ajándékot, az ember pedig hisz, és így elfogadott Isten előtt. A zsidó háttérből érkező első újszövetségi hívőknek ezt iszonyatosan nehéz volt megérteni. Hát ezt még nekünk is nehéz megérteni. Csak gondolj bele, az egész világunk teljesítményközpontú, cselekedetek alapú. És itt egy olyan üzenet jön, ahol azt mondja, hogy nem cselekedetekért, hanem Jézus Krisztus elvégezte, és aztán ajándékba adja, és te ezt csak egész egyszerűen hit által elfogadod. És ez a hit általi megigazulás, a hit általi igazság az egyetlen, amely tetszik Istennek, és az egyetlen, amely elfogadhatóvá tesz téged Isten előtt. És ez független a cselekedeteidtől. Óriási különbség. Egy szakadék választja el a két világot egymástól, ezért kell Jánosnak is újból visszatérnie ide, és újból és újból erről beszélnie. De ha te úgy olvasod, hogy beleolvasod a szavakba az Ószövetséget, akkor ez egy lehetetlen küldetést ír le ez a levél. Egy lehetetlen küldetést. És akkor itt most olvasom. Mert erről ismerhetőek meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Na, ez már tudod, remélem a jó csoportba kerülök. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van. Basszus, mi? Hát mit, ha ez alatt az erkölcsi törvényt érti, vagy a mózesi törvényt, vagy bármit, akkor itt egyikünk sincs Istentől. Tehát mi az, hogy nem cselekszi az igazságot? Hát ha ami hitből nincs, az a bűnöm. Tehát ha bármit csináltam hitetlenül, az már bűn. És már nem cselekszem az igazságot, de ráadásul fel tudok sorolni egy csomó vétket és tévedést, amit akár akarok, akár nem elkövetek. Ha ez erről szól, ha ez arról szól, hogy bűntelen tökéletesség, akkor mi mind megyünk a levesben, nem csak mi, akik itt vagyunk, hanem mindenki, aki csak él. De nem erről szól a szó, az igazságot, cselekezni az igazságot, tudjátok, melyik szót használja? Hé, dikaiosune, ész, ami a micsoda? A megigazultság. Aki nem cselekszi a megigazultságot, aki nincs tisztában az evangéliummal, azzal, hogy Jézus Krisztus odaadta magát, ha hittél benne, sinem vagy, Isten veled van, harcolja a harcaidat, rendben van minden. Aki nem ismeri Jézust, lehet így mondani, aki nem igazult meg, aki nem cselekszi a megigazultságot, azt nincs Istentől. De hát ezt tudjuk, mert egyetlen egy út vezet Istenhez, Jézus Krisztus mondta, én vagyok az az út. És ez nem nehéz, ez egyszerű. Ez az a jó hír, hogy nem kell megfelelnem, nem kell megharcolnom, hanem ajándékba kaptam. Beleszülettem a hitemmel Isten családjába, és ez visszacsinálhatatlan.
Azt mondja, aki pedig nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van. És az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. És ezt értjük, a szeretet üzenete a kereszténység kulcsa. És erről fogunk még sokat beszélni a jövőben, de tudjátok, van két kulcsvers, ami ezt a helyre rakja. És ugye ez a 4. fejezet 10. verse, azt mondja, hogy abban nyilvánult meg az Isten irántunk való szeretete a 9., hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. És aztán 19, mi azért szeretünk, mert ő szeretett minket előbb. Itt van egy kikerülhetetlen összefüggés. Ha valaki az igazságot cselekszi, azaz elfogadta Jézus Krisztust, mint a megváltóját, érti az evangéliumot, akkor őt Isten szereti, és ő elfogadja ezt a szeretetet. És ha ezt a szeretetet elfogadta, akkor szeretni fog. Ez egy elkerülhetetlen gyümölcs. Azért mi egész ügyesek vagyunk, mi azért el tudjuk kerülni, tudunk neki ellenállni, de amit itt Isten mond, hogy ez egy okokozati következmény. Ha valaki gyűlöli a testvérét, nem szereti a testvérét hosszú távon, következetesen, ha meg se kísérti az a gondolat, hogy szeresse a testvérét, akkor nem született újjá. Erről még fogunk beszélni, mert a következő rész is erről szól, de a teher így kerül le erről a kérdésről, hogy ez nem egy teljesítmény, hanem egy gyümölcsről beszél, ahol a gyümölcs megtermését Isten garantálja. Olyan szinten garantálja, hogy mer is mondani, hogy figyelj, hogyha valaki gyűlöli a testvérét, ha nem szereti, akkor az ördögtől van, akkor nem ment át a halálból az életbe. Csak ez lehet a probléma. De ha átment a halálból az életbe, hogyan? Hit Jézus Krisztusban, megigazult, és ilyen módon a megigazultságot képviseli, cselekszi, éli meg, akkor szeretni fogja a testvérét. Persze az elme megújulása, a saját szívünk meggyógyulása, a megkeseredett, törvény alatt megnyomorított, hiány gondolkodásból való kigyógyulás segít, hogy ne önző, fukar, keserű, kicsi ember legyek, hanem megéljem azt a szeretetet, ami az enyém. És igazából a levél erről beszél, hogy szeretve vagy, hogy rendben vagy, hogy gyógyulj, hogy örülj, hogy élj. És aztán, amikor meggyógyultál, meggazdagodtál, amikor éltél, ahogy élsz, ezt az életet adod a másnak is. Szeretve vagy, és olyan könnyű szeretni. Valami ilyesmit mond. De aztán itt a végén, ugye Káinnak gonoszak voltak a tettei, és meggyilkolta a testvérét, ezt teszi megint világossá, hogy nem erkölcsi kiválóság a szövegkörnyezet, hanem az evangélium. Mert azt mondja, hogy Káinnak gonoszak voltak a tettei, gonoszak voltak a cselekedetei. És megnéztük egy Mózesben, menjetek majd vissza, előző üzenetben ott van, hogy Káinnak egyetlen egy cselekedete volt feljegyezve, azon kívül, hogy megölte a testvérét. Ugye, és itt felsorolásban mondja azt, hogy gonoszak voltak a cselekedetei, és ezért ölte meg a testvérét. Miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. A testvére cselekedetei pedig igazak. És egyetlen egy cselekedetük van leírva, az, hogy milyen áldozatot hoztak Istennek. Az egyikőjük Káin a saját verejtékével, a saját munkájával megművelt föld gyümölcsét hozta, a saját teljesítményét hozta. Valami olyasmit, amit Isten nem kért tőle, de ő a maga önigazságában, a maga vallásos elképzelésében úgy látta, hogy helyes volt. Ez volt az ő gonosz tette. És Ábrahámnak mi volt Ábelnek mi volt az igaz tette? Az, amit tanult az apjától, Ádámtól, hogy amikor elbuktunk, Isten megölt egy állatot, valószínűleg bárányt, és az takart be minket. Tanulta a bárányt, amely Jézus Krisztus előképe.
És ő egy igaz áldozatot hozott. A hitet abban, amit Isten mondott, hogy egy bárányra van szüksége. És a bárány is csak egy előkép. A mögötte lévő valóság az a názareti Jézus Krisztus halála, aki elvette a bűneinket, és a maga igazságát adta nekünk. Hogy nem a mi teljesítményünk hozza rendbe az életünket, hanem ő, az ő ajándéka, az ő tette hozza létre rendbe az életünket. És miért gyilkolt Káin? Mert egy vallásos, gonosz alapon élte az életét. És az ő cselekedetei, amik gonoszak voltak, azok nem erkölcsi, nem törvényszegő, hanem nagyon egyszerűen és tisztán az áldozatba vetett hitetlenség, illetve hitkérdése volt. Saját Isten tisztelettel jött. Nem ismerte Jézust. Nem ismerte a helyettesítő áldozatot. Ez volt a gonoszság. Erről beszél az egész levél. Az egésznek ez a szövegkörnyezete. Jézus Krisztus, evangélium, vagy valami más. És a valami más, az nem jó. Azt nem tudjuk elfogadni. És azért fogalmaz újra meg újra olyan élesen, és azért zavarba ejtő olvasni, mert hogyha ezt a narratívát nem látod benne, akkor túl éles, akkor túl kegye, akkor túl szigorú. De ha látod ezt a narratívát, ha látod ezt az alapüzenetet, hogy minden a Jézus Krisztusban való teljes szabadságról, őról a szól, mint szükséges és elégségesről, akkor viszont a legmegszabadítóbb üzenet. És akkor most olvassuk tovább. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Miért ne csodálkozzunk? Azért, mert egy annyira más módon gondolkozunk. Sajnos nem. Tehát sajnos a gondolkodásunk nagyon is át van itatva a természeti gondolkodással, a világi gondolkodással, de ez most ne terheljen, ez nem kárhoztatásként hangzik el, hanem csak veszteségként. Sok hiedelmet kell leépítenünk, sok korlátozó elképzelést kell elengednünk. De a világ gyűlöl minket. Gyűlöl minket azért, mert nyilván a világ mögött az ördög a fejedelem, akinek mi valódi problémát jelentünk. A te hited, a te megértésed a szabadságodról, a hatalmadról, a tekintélyedről félelmetes az ő számára. Az ajándék, ami a tiéd, az áldás, ami a tiéd, irigységre és gyűlöletre bátorítja őt. De ha csak természeti szinten nézzük, hogy a világ a vérét adja mindenért, az eredményekért, a teljesítményért, mi meg ajándékba kapjuk. Mire azt mondod, hát én nem tudom, hogy ajándékba kaptam-e, pedig úgy kéne kapnod, pedig a hited szerint ajándékban kéne kapnod. Számítasz rá, hogy ajándékba kapod? Számítasz rá, hogy az életed előre megy, anélkül, hogy a véredet adnád érte? Mert erről szól az áldás. Erről szól, hogy elvégeztetett. Hogy persze dolgozunk, és aki nem akar dolgozni, ne is egyék, de ebben a nem akar dolgozni van, és nem azért, mert a munkád nélkül Isten képtelen lenne eredményt létrehozni, hanem azért, mert ez a világ rendje, és az Isten elleni lázadás volna ebből a rendből állandóan kilépni. De az eredményt az Úr hozza. Számítasz erre? Látod ezt magad előtt? Hogy a földműves elveti a magot, lefekszik, fel kell, a mag kihajt, és ő nem tudja hogyan. Magot vetünk. Az ige magja a szívünkben, hit, és minden, amit Isten megígért, valósággá válik, szinte ajándékként. Szinte ajándékként. És én, aki a világban vagyok, és a véremet adom mindenért, gyűlölöm ezt. Nem érdemlitek azt, amitek van. És ami csendes válaszunk az, hogy tényleg nem. Nem is érdemből kaptuk, ajándékból a miénk. Azt mondja, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. A halál szó a görögben a ho thanatos ou, halált jelent fizikailag, szellemileg, és jelenti
a halál angyal állt, aki egy gonosz halál, gonosz angyal. Tehát jelenti a fizikai halált és a szellemi halált. Na most mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, ez biztos, hogy nem a fizikairól szól, hisz eleve nem voltunk halottak, egyikünk se halt meg, biztos a szellemi halálról kellett szólnia. A szellemi elválasztottságról szól Istentől. Ebből az elválasztottságból átmentünk az életbe. Az élet hét zói ész. Istenhez tartozó élet, amit Krisztusban nyerünk el. Másrészt Jézus is így hívta magát, szól a földi életről és a földi létezésről is, de az elsődleges jelentése az Istenhez tartozó élet. Tehát mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból, a szellemi elválasztottságból, a Krisztustól kapott isteni életbe. Honnan tudjuk ezt? Mert szeretjük a testvéreinket. Igazából ez a szövegrész egy bizonyítási folyamat. Szeretné eljuttatni a hívőt oda, hogy bizonyossága van abban, hogy átment a halálból az életbe, hogy ő az igazságot cselekszi, hogy ő Krisztusban van és minden rendben van vele. Ennek a jelentősége a szöveg második felében jön elő, de ezt kell, hogy értsétek, hogy itt az elkövetkező néhány vers megpróbál neked üzemanyagot adni ahhoz, hogy tudd, hogy rendben van minden. És azt mondja, hogy ha szereted a testvéredet, akkor az a bizonyíték arra, hogy átmentél a halálból az életbe. Most itt meg kell, hogy álljak. Hányan ismeritek 1 Korintus 13-at? 1 Korintus 13 az a szeretet jellemzőinek a felsorolása, 16 szempontot sorol föl, és azelőtt azt mondja, hogy ha bármilyen nagyszerű szellemi teljesítményt is nyújtasz, ha hegyeket mozdító hited van, hogyha tűzhalára adod magad mártírként, vagy bármi ilyesmi, de szeretet nincsen benned, akkor semmi hasznod belőle. Tehát a szeretetnek nagyon nagy jelentőséget ad, de nem azt mondja, hogyha nem szeretsz, hanem azt mondja, hogyha szeretet nincsen benned. Tehát úgy beszél rólad, mint egy edényről, amiben vagy van valami, vagy nincs. Hiába nagyszerű edény, ha nincs benne az, ami a legfontosabb, a szeretet, akkor semmi hasznod belőle. És utána felsorol 16 olyan tényezőt, ami elmebeteg. Most nem fogunk belemenni, lehetetlen. Tehát egy olyan szintű, nem viselkedik bántóan, mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik, ilyen a szeretet. Melyikötök képes erre? Hát ez megint ugyanaz az a lehetetlen. Tehát, hogy ilyet vársz tőlem, Istenem, hát akkor inkább most kiugrok az ablakon. De nem erről beszél, arról beszél, hogy az én szeretetem, Isten szeretete ilyen, és ez a szeretet meg lehet benned. Hogy lehet meg benned? Úgy, hogy hiszel Jézus Krisztusban. Ugye? És ha hittél Jézus Krisztusban, akkor Isten szeret téged, és ez a szeretet benned van. És itt akarok egy terhet levenni rólad. A negyedik fejezet arról beszél, hogy ez nem történik meg olyan gyorsan. Baromi jók vagyunk abban, hogy Isten szeretetét elutasítsuk. Újjászülettél, a Szent Szellem ott van benned, a Szent Szellem kiöntötte beléd Isten szeretetét, Isten szeretete áramlik feléd folyamatosan, de te a hibás gondolat rendszered miatt, a félelmeid miatt, a rossz énképed miatt, a törvény által kapott sebek miatt, amelyek azt mondják, hogy nem vagyok elég jó, én ezt elrontottam, egy ilyen bűnöst, hogy lehetne szeretni? Egy csomó téves gondolat minta miatt elutasított ezt a szeretetet. Hitetlen vagy a szeretettel szemben. Azt mondod, hogy bár olvastam erről a Bibliában, hogy Isten szeret engem, de gyakorlatilag kételkedem benne, valójában biztos nem szeret, mert engem nem lehet szeretni. És így, miközben zuhog rád a szeretet esője, száraz maradsz. Szeretetlen maradsz. És erről nem szaladunk ennyire előre, mert erről szól a negyedik fejezet második része, ott nagyon sokat beszél róla. De most is látnod kell, hogy el kell hinned, hogy szeretve vagy. Ezért viaskodott az egész levél ennyit az evangélium mellett. Nem erkölcsi kiválóság mellett viaskodott, nem törvény betartása mellett viaskodott, mert pont ezek teszik
tönkre a képességünket arra, hogy a szeretetet elfogadjuk, mert mindig magunkat mérjük a teljesítményünk alapján, és mindig alul maradunk. Mindig azt az ítéletet hozzuk magunkról a törvény alatt, hogy nem vagyok méltó a szeretetre. Ha most Isten rám néz, biztos undorodik tőlem. Csupa rossz kép, csupa rossz kép. Éppen ezért az egész levél idáig amellett kardoskodott, hogy Jézus Krisztus megigazított téged. Jézus Krisztusban igaz vagy. Csak ez számít, hogy az ő világosságában élj, abban a tudásban, hogy Jézus Krisztus mindent rendbehozott. És nem ismétlem meg az összes eddigit, mert sose lépünk tovább. Akárhányszor átmegy a fejeden, hogy nem vagyok szeretetre méltó, állj ellen ennek a gondolatnak. Kérlek, hogy kárhoztasd ezt a gondolatot. Mondd azt, hogy ez nem igaz. Én véren megvásárolt szent vagyok, igaz ember vagyok, mint Jézus Krisztus, gyönyörű vagyok, szerethető vagyok, és szeretet vagyok. És megjegyzem, még ha nem is lennék szerethető, de az vagyok, Isten szeretete feltétel nélküli. És még akkor is szeretett engem, amikor még az ellensége voltam, de most már megigazultam. Most már nem vagyok az ellensége. Mennyivel inkább tud most szeretni? Jó? Mert ahhoz, hogy szerethesd a testvéredet, először önmagadat kell megtanulnod szeretni. Ugye ez volt az Ószövetségben a nagy parancsolat, hogy szeresd a te uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, erődből, lelkedből, és a fele barátodat, mint te magadat. Miért kellett ezt így mondani? Mert nem tudod annál jobban szeretni. Maximum annyira tudod szeretni a fele barátodat, mint te magadat. De te magadat meg csak akkor tudod szeretni, hogyha szeretetet fogadsz el. Úgyhogy ez a kulcs üzenete ennek a levélnek. És ezt annyira komolyan veszi, hogy itt ezt egy vízválasztóként állítja, hogy ha nem szeretsz, a halálban vagy. Ha nem szeretsz, az ördögtől való vagy. Ha nem szeretsz, még nem vagy a pályán. És ettől rossz érzésünk lesz. Azért lesz rossz érzésünk, mert olyan sokszor kapjuk magunkat azon, hogy nem szeretünk. Igaz? Olyan sokszor vagyunk kritikusak a szeretett teljesítményünkkel. De kérlek értsétek meg, különben nem fogjátok érteni az üzenetet, hogy ez a szeretet, amit elvár ez a szöveg, és amit ti is szeretnétek látni, az egy gyümölcs. Az valami, ami megvan benned úgy, hogy megengeded, hogy beléd folyjon. És ez nem egy kis feladat, mert a világ, a törvény és a saját lelkünk hitetlensége, keserűsége, sebei visszautasítják a szeretetet. Az egyik legnehezebb dolog elhinni, hogy valaki tényleg szeret. Persze mi pasik bunkók vagyunk, ez rendben van, de többnyire, amikor igazán megszeretünk valakit, és udvarolunk valakinek, és feleségül akarjuk venni, akkor a legnagyobb probléma az, hogy nem bírjuk meggyőzni a mennyasszonyunkat, a párunkat, hogy tényleg szeretjük. Mert őt annyi seb érte már, annyi sérülés érte már, annyiszor bizonyosodott be, hogy mégse szerették, hogy már nem képes elfogadni. És ez nem igaz, meg tud ő ebben gyógyulni, de ez a gyógyulási folyamat az, amit kérlek engedj meg magadnak is, mielőtt elítélnéd magad. Tehát itt a felmentő üzenet az, hogy Isten odaadta a fiát, ebből ismertük meg a szeretetet, és ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük őt, hanem az, hogy ő szeretett minket előbb. Úgyhogy ha elfogadtad Jézus Krisztus, mint a megváltódat, akkor te egy szeretett ember vagy, és szerető ember vagy. És ennek a begyorsulása, ennek az akadálytalansága, ez egy növekedési folyamat. Rendben van? Megszabadítottalak titeket? Csak mert tovább kell olvasnunk, és ez rettenetes lesz, hogyha ezt rosszul olvasod. Mert itt azt mondja, hogy... Mert mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Miért tudjuk? Mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Sőt, tovább megy, aki gyűlöli a testvérét, a gyűlöli szó, a miszeó, gyűlöl, utál, ki nem állhat, undorodik. Az az embergyilkos,
Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. És az én meggyőződésem az, hogy ez az embergyilkos gondolat, ez konkrétan az ördögről szól. Ő az embergyilkos. És ő az, aki utálja, undorodik, ki nem állhatja az embert. És tudom, hogy te is néha utálod a másikat. Közlekedésben, egy jó kis folyosói vita után, vagy látva valakinek a szörnyű bűneit, vagy bármit. Igen, ezt értem, de nem igaz, hogy általában és egységesen minden embert gyűlölsz. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Amikor a legáldázabb ellenségedet elképzeled 10 évesen, ahogy játszik a medzsijével, vagy a babájával, 10 évesen talán már nem, vagy elképzeled 3 évesen, ártatlan nagy szemekkel, ahogy boldogan szalad, mert most tanult meg járni, elesik, sír, föl kell, megvigasztalódik, és nagy szemekkel néz a világra, gyűlölöd? Undorodsz tőle? Dehogyis szeretet van benned. És ez a szeretet képes lenne a felnőtt, 35 éves surmó bunkót is szeretni, akinek legszívesebben behúznál egyet, ha előbb hagynád, hogy a te szíved is meggyógyuljon, hogy Isten szeressen téged a legsötétebb pillanatodban, hogy kigyógyítson a keserűségből, a sérüléseidből, hogy te olyan edény legyél, akiben van szeretet, akiben megtelt a szeretet tartály és túlcsordul. Szeresd fel a barátodat, mint te magadat, de előbb engedd meg, hogy te szeretve légy. Úgyhogy nem te vagy az embergyűlölő, nem te vagy az, akinek nincs örök élete, az az ördög. És az, aki voltam Jézus Krisztus nélkül, de már nem vagyok Jézus Krisztus nélkül, mert felismertem, hogy ő a Messiás, hittem benne, és örök életem van. És onnantól én a másik csoport vagyok, aki szeretem a testvéremet. Abból ismerjük meg a szeretetet, és itt jön megint a definíció, és akkor innentől ez már bátorító, figyeljetek. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ne szaladja le fölött. Ez nem egyszerű. Figyelj! Isten szeret téged. És ezt a szeretet szót olyan könnyű behelyettesíteni sekélyes, felszínes, üres szavakkal. Szeretlek, tudod, és közben letojlak, szeretlek, közben kihasznállak, szeretlek, közben meg, tudod, csak arra gondoltam, hogy hasznomra lehetsz ezért, amíg a hasznomra vagy, addig használlak. 1000 millió csúnya, ronda, rossz zöngéje van a szeretet szónak, ahogy a világban és az életünkben tapasztaltuk. De ő itt azt mondja, hogy miből ismertük meg a szeretetet? Abból ismerjük a szeretetet, onnan tudjuk egyáltalán, hogy mi ez a kategória, hogy Isten mindennek a bírája, a leggazdagabb, mindennek a birtokosa, mindennek a döntéshozója, a leghatalmasabb, aki tojhatna ránk, aki mondhatná azt, hogy meghülyültetek, elszúrtátok a világot, hát csinálok egy másikat, szevasztok, már itt se vagyok, kicsit még így behagyom a lámpát, aztán majd olcsátok le, és tudod, és elmegy. Hát és bármit megtehetne, bármit, őt nem kényszeríti, nem zárja be semmi. Teremtés vége, csinálunk egy másikat. Ennyi lenne. De neki nem kell az életét adnia, érted? Ő akarta az életét adni, érted? Ő szeretett, ő meglátott, az örökkévaló múltban látott téged, és azt mondta, hogy megéri, hogy akarom, hogy bármi árat megér. És egy elképesztő váltságmű, egy történelmi sztori meséli el a szeretetet, és ha ez nincs, ez a történelmi sztori, ha nincs, a crescendoja, a csúcsa, a názáreti Jézus Krisztus, ahogy Isten maga emberré lett, megalázta magát, úgy értem, azzal, hogy emberré lett, ne viccem, ez olyan, mint amikor te elmész a Góbi sivatagba, mit tudom én, pocoknak, vagy nem tudom minek, tehát egyszerűen a maga gondolat, hogy ő onnan lejön ide, már azzal erre azt mondtam volna, hogy basszus, ezt nem sose gondoltam volna, de hogy emberré lesz, és aztán meghal, ugye,
pépé verik, kitérpik a szakáját, tövis korona, átszúrják az oldalát, keresztre feszítik, és a száját nem nyitja ki, hogy mi megértsük, hogy figyelj, ezt azért csinálom, mert szeretlek, mert akarlak, mert fontos vagy nekem, mert ami az enyém, azt neked akarom adni. Értsétek meg, rossz a képetek a szeretetről. Kell ezen gondolkoznotok, kell, hogy elmélkedjetek rajta, hogy Isten nem csak, hogy nincs ellened, hanem annyira veled van, hogy olyat tett, ami nem fér bele a dobozunkba. Hidegen hagy a gondolat, mert egyszerűen nem túl nagy, túl drámai, hogy ő ilyet tegyen, de ezt tette meg. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. És figyeljetek, és itt most, és ez, figyelj, ez nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a testvéreinkért. És ott most megint magadra veszed, hogy megint teljesíteni kell, csinálni kell, szeretnem kell azt a bunkót. Hát, mert Krisztus is szeretett, akkor én is tartozom azzal. Igen, 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 de nem. Hanem ez arról szól, hogy ha az az edény vagy, aki megtelik ezzel a szeretettel, akkor ez a szeretet benned lesz, és csak egész egyszerűen adod az életedet a testvéredért. Ez egy gyümölcs. De ez azzal kezdődik, hogy te szeretve vagy. Hogy te szeretve vagy. Meg ne próbáld létrehozni erőből a legelkeserítőbb vallásos buzgóság, amit el tudok képzelni, pusztító. Ne próbáld, hanem légy szeretve, tanulj meg szeretve lenni, tanuld meg elfogadni ezt a szeretetet. Értsd meg, hogy elsősorban ő szeret téged így, abból ismered a szeretetet, hogy ő az életét adta érted, és aztán neked. És aztán hagyd, hogy ez gyümölcsöt teremjen. Nem fogsz tudni ellenállni. Azt fogod észrevenni, hogy mekkora egy bunkó, de én, hát mert az, hát most mit, hát bunkó, de én átviszek neki egy kicsit a sütiből, ebből a finom sütiből, amit igazából én akartam bevágni, de beszélgetni nem fogok vele, az már sok lenne, de mosolygok, jó napot szomszéd, hoztam egy kis sütit, szép estét, és gyorsan megyek, mielőtt orrba vágnám. És aztán otthon ülök, nem vagyok normális. Átvittem a sütimet. És aztán azt mondom, de átvittem a sütimet. És igazából nem kellett volna átvinnem. Nem kényszerített, nem vallásos kényszerből vittem át a sütimet. Hanem úgy gondoltam, hogy az a büdös bunkó, hát ha megenyhül egy kicsit, hogyha végre kap valami jót is, nem csak rosszat. Mert lehet, hogy én is ilyen büdös bunkó lennék, ha nem ismerném az Urat. És még az is lehet, hogy egy nap még barátok is leszünk. Tudod, nem tudom, de egyszer csak történik valami, ami belülről jön, ami valódi, ami nem képmutató, ami nem az, hogy hallottam, hogy így kéne, és mert Isten úgyis ezt várja, ezért megteszem. Nem, hanem valódi élet. Megmaradok a szőlőtőn, és a szőlőtő élete átáramlik rajtam, és gyümölcsöt terem. És én is csodálkozom rajta. De most jön ezt nem fogjátok elhinni. Figyelj! 17. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradna meg az Isten szeretete. Na, ennek két jelentése van, és az egyiket tuti, hogy nem hallottátok. Fogadjunk. Fogalmatok nincs róla, hogy ez mit jelent. Mondom. Az egyiket hallottátok. Tele vagyok zsével, Artúr meg jön és mondja, hogy elvesztettem a munkámat, és harmadik hete, tudod, csak zsemle van, meg nem tudom, és nincs kaja otthon, több gáz. Én meg azt mondom, hát majd lesz valahogy, csá, Artúr. Igen, csak ki is van bukva rögtön. És tudod, és akkor az Úr azt mondja, hogy figyelj, tehát hogyha te tele vagy zsével, ő meg tudod, szegénynek kajára sincs, akkor... és nem adsz neki, akkor gondolod, hogy benned megmaradt Isten szeretete? Tehát akkor sinem vagy? Tehát úgy érzed, hogy a folyamat körbeért? Igen? Hát nem! Ugye te
te aztán egy igazán egyirányú utca vagy, hogyha egyáltalán jutott be szeretet, belőled aztán nem jön ki. Hagyd, hogy kijöjjön. És ha nincs minek kijönnie, akkor fogadj el intenzíven. Akkor még mindig azon az oldalon vagy deficites, ahol elfogadnod kell. Mert ha elfogadtál, kizárt, hogy ne adj. Kizárt, hogy ne esne meg a szíved a testvéreden. Kizárt, hogy ne akarnál segíteni. Kizárt, hogy ne történjen meg, ahogy gyógyulsz, ahogy gazdagodsz, ahogy vagy, ahogy élsz, ahogy megszabadulsz. Hogy ne akarnál adni. Sőt, vágyakozni kezdesz azután, hogy adj, de ez élet, ez gyümölcs, ez valódi. És ez így is jó, de ez csak az elsődleges jelentés. A másodlagos, azt eldobjátok az agyatokat, mindjárt mondom, figyeljetek. Itt Isten mit csinál? Elvár tőled valamit, igaz? Az előbb is azt mondta, hogy Krisztus az életét adta, értünk, mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk egymásért. Itt azt mondja, ha te a világ javaival rendelkezel, és valakinek hiánya van, és nem adsz neki, akkor hol a szeretet? Na de várjál, itt kihagyta Isten önmagát példaként. Az előzőben azt mondja, hogy én az életemet adtam, te is add az életedet. Ennek is úgy kéne kezdődnie, hogy én tele vagyok zsével, és én mindent odaadok nektek. Ezért nektek is illene odaadni, amikor valaki szükséget szenved. Tudjátok, mi van ebben a versben? Ebben a versben az van, hogy az evangélium Isten oldaláról Istent kötelezi arra, hogy gondoskodjon, áldjon és törődjön. Ezt nem hallottátok, elmondom még egyszer. Ez a szabály, amit Isten ránk érvényesnek tart, automatikusan érvényes ő rá. Nincs olyan valóság, amit ő nem tölt be, de tőlünk elvárja. Bort iszik és vizet prédikál. Nincs ilyen. Mindig az van, hogy ő benne megvan egy valóság, amelyet odaad nekünk, és amely ilyen módon megjelenhet bennünk is, és mi is tovább adhatjuk. Ha Isten azt mondja, hogy ha neked van, akkor adnod kell, akkor ezt magára is érti. Ha nekem van, nekem adnom kell. Ezt értitek? Ez a vers fejbe lövi azt a vallásos elképzelést, ahol Isten nem törődik a hívővel, nem törődik a hívő anyagi problémáival, kapcsolati problémáival, bármilyen szintű hiányával, nyomorúságával. Hogy Isten szellemi magasságokban tűrést és önmegtartóztatást vár, ez a szellemi. Nem az, hogy majd itt megáldlak titeket, és mindennel, minden szükségessel, mindenkor is mindenütt rendelkeztek, és a bőségetekből éltek, az nem szellemi. Hallottatok már ilyet? Ha így konkrétan nem is, de az érzetét, az ízét biztos. De ne vicceljetek, ez a vers elvár tőled valamit, amit Istennek magának is teljesítenie kell ahhoz, hogy elvárhassa tőlünk. De hát ne vicceljetek, az egész evangélium erről szól. A csonka evangélium gondolata pont az, hogy levágtuk az evangéliumról az üdvösséget. Levágtuk a földi életben való gondoskodás és törődés ígéretét és szükségességét, hanem csak a szellemi értékeket és a mennyei értékeket emeltük föl. De tévesen, mert Isten nem egy képmutató valóságot teremt, tehát nem egy képmutató ő maga is, ahol nem adok nektek, de képzeljétek el, mintha adtam volna, nem törődöm veletek, de ti legyetek boldogok, mintha törődnék, és aztán, amikor ti szerettek valakit, akkor mondjátok neki, hogy szeretem őket, szeretlek titeket, de ne adjatok neki ti se. Hisz én is ezzel a jó példával jártam elől. Én se törődök veletek, én is meghagylak titeket abban a kis nyomorban és szűkösségben, amiben emberi lényként éltek, és mosom a kezeimet, de közben mondom, hogy törődök, és ti is csináljátok ugyanezt egymással. Találkoztok egy éhezővel, mondjátok, hogy lakjál jól, legyen minden rendben, ne adjatok neki egy falat kaját se, és egy fillér pénz se, menjetek tovább. Értitek a logikát? Így kéne itt lennie. De nem így van. Úgy van, hogy utálom a képmutatást. Ez erről szól a 16. vers.
18. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, és ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. De a vallásos kép szerint Isten csak szóval szeret és nyelvvel. Megvan, mit akarok mondani? Vannak bólogatások is, vannak üveges szemek is. Azt akarom mondani, hogy ez a szöveg egy védő beszéd, a gondoskodó, törődő, a megigazulás mellett üdvösséget szerző Isten mellett. Isten törődik veled. Istennek vannak javai, és odaadta őket neked. Isten gondoskodik rólad, törődik a személyes szükségeiddel, igényeiddel, messze afölött, amit te el tudsz képzelni vagy gondolni. És nagyon érdekes, hogy azt hallottam vissza, hogy azt mondják rólunk, hogy mi a bővölködés evangéliumát hirdetjük. Ezt állítólag ez a rágalom és vád ér minket. Hadd mondjam azt, hogy nem létezik olyan, hogy bővölködés evangéliuma, csak egy evangélium létezik, aminek része a bővölködés. És hadd mondjam azt, hogy még egy büdös szót nem beszéltünk róla. De lassan kezdek fel paprikázódni rá, hogy elkezdjünk beszélni róla. Na majd akkor kíváncsi vagyok, hogy mit fognak mondani, amikor elővesszük az igét, és elkezdjük megnézni, hogy az ige mit mond Isten jelleméről, hozzáállásáról az emberhez, a nagy lelkűségéről, a gondoskodásáról és a törődéséről. Amikor ezt elővesszük és kirakjuk, na majd akkor mit fognak mondani? Mert eddig csak alapoztunk, eddig csak egész egyszerűen az evangéliumról beszéltünk, annak az általános hatásáról. De fogunk beszélni erről az aspektusról is. De ez a szöveg itt, elmondom még egyszer, egy védő beszéd Isten tetleges és tényleges gondoskodása mellett. Elvárja magától, el kell, hogy várja magától, hogy ne csak szóval szeressen, ne csak nyelvvel, mert elvárja tőlünk is. Értitek? Nem vagyok benne biztos, hogy átment úgy, ahogy gondoltam, de csak gondolkozzatok rajta. És csak még valami. Isten szereti a képmutatást. Tehát amikor valami mást mutatunk, mint ami a valóság, a színjátékot? Nem. Hát akkor ő maga sem lehet egy képmutató, ő maga sem lehet egy színjátékos. Ő a szeretet isteneként, a bőség isteneként, az üdvösség is, ez a neve, Yeshua, üdvösség, ez a neve. Isteneként nevezteti magát, de közben meg nem olyan. Micsoda ellentmondás lenne. A vallás bizony ilyen ellentmondásossá tette Isten személyét. Magasra emeli a szeretetet, mint Isten legfőbb attribútumát, és aztán a gyakorlati tanításban egy önző, közömbös, ítélkező lényt ír le a kerettanításokkal. Ezt értitek? És létrehoz a hívőben egy feszültséget, ahol szerető Isten, de a gyakorlati keresztény tanításban meg egy szociopatát látunk. Probléma. De az ige nem. Az ige egy teljes összhangban kezeli, teljes harmóniában kezeli Isten szerető voltát és a hozzá tartozó szerető és gondoskodó tetteket. Ott kell, hogy legyenek. Számíts rájuk. És hogyha te szeretve vagy általam, ha hagyod, hogy én törődjek veled, utána te is törődj a testvéreddel teljes természetességgel, amit kaptál, add tovább. Amit kaptál, add tovább. Nem hozd létre, mert te tőlem sose kaptad meg, úgyhogy te leszel a forrás, hanem én vagyok a forrás, én adom neked, te meggazdagszol, és most nem konkrétan anyagiakra gondolok, hanem az élet minden aspektusára, és abból, amit van a gyógyultságodból, a teljességedből, az épségedből, a szeretettségedből, szeretsz, gyógyítasz, éppé teszel másokat is. Az életedet adod a másiknak, azt, amit te is kaptál. Értitek? De ennek a következetességnek, ennek az integritásnak ott kell lennie Istenben is.
ő sem csak nyelvvel és szóval szeret, hanem cselekedettel és valóságosan, és a valóságosan az az aliteia a tényekkel megegyező, ténylegesen létező valóságban. Úgyhogy, ha egy olyan Istent próbál neked valaki hirdetni, aki a mindennapi életedben tojik rád, akkor az egy eretnek, istenkáromló és óriási pusztítást végez azzal, amit beszél. Mert létrehozza ezt a meghasonlást az ember Isten képében. Értitek ezt? Fontos, hogy értsétek, mert a vallás ezt tette velünk. Meg vagyunk sérülve ezzel. Úgyhogy, gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk, és itt az igazságból valók, 19. vers, hé aliteias, ezt mondtam az előbb, a tényekkel megegyező valóság, hazugság ellentéte. Tehát, hogy valósak vagyunk, igaz, tehát, hogy az igazságban, a valóságban élünk. És akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, és itt ez volt a legfontosabb szó, a kulcs szó, bíztatjuk a szívünket, de mielőtt a kulcs szót elolvasom, hadd olvassam végig, figyeljetek, és akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb, ami szívünknél is mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit csak kérünk, megkapjuk tőle. Oké, ide akartunk eljutatni. Hallottad ezt? Amit csak kérünk, megkapjuk tőle. Mikor? Hogyha bizalommal szólunk előtte. Ha bizalommal szólunk előtte. Meg fogjuk nézni a görög szót. De szeretném, ha értenétek, hogy hova akar kiukadni. Az egész szövegkörnyezet ezt készítette elő. Nem képmutató szeretet, nem szóval és nyelvvel, hanem valóságosan és cselekedettel. És én is adok nektek. Bármit kértek, megadom nektek. Ha bizalommal szóltok hozzám. És hadd süssem el a csattanót, a kulcs a hit. A kulcs az, hogy elhittem-e, hogy ő egy evangéliumot hozó Isten. Hogy elhittem-e, hogy ő egy szerető Isten. Hogy elhittem-e, hogy nem ő a probléma, hanem ő a megoldás. Hogy elhittem-e, hogy ő nem ellenem van, hanem velem. Hogy elhittem-e, hogy én az igazságban vagyok, hogy én szeretve vagyok, és ezért szerethetek. Hogy értem-e, hogy vége a régi rendszernek, a törvénynek, és egy evangéliumban, Jézus Krisztusban járhatok, ahol ő mindent elintézett. Hiszek-e neki? Bízom-e benne? Megnyugodtam-e előtte? Úgy szólok-e hozzá, mint a papához, aki velem van és szeret engem? Mert ha igen, bármit kérek, megadja nekem. Mi van a szívedben? Mit hiszel? Mi a valóság? És itt hadd mondjam el, hogy a szívünk tele van olyan vallásos, de világi, természeti hiedelmekkel is az életről, amelyek nem biblikusak, amelyek nem ennek az örömhírnek megfelelőek, amelyek nem igazak. És most ezt ne úgy érts, hogy úgy csúnyán, rosszul gondolkozol, nem kulturálisan is. Tehát veszed az életnek egy kérdését, és két külön kultúrájú nemzetből elmeséled ugyanazt az eseményt, szembesíted azzal az eseménnyel két különböző kultúrából érkező embert, és teljesen különböző reakciót fog kiváltani. A mód, ahogy tudunk gondolkodni az életről, mélyen belénk ivődik, teljes integritással ragaszkodunk hozzá, és közben semmi köze nincs az alitéjához, a valósághoz. És Isten ezt mondja nekünk, hogy figyelj, annyi beteg, korlátozó hiedelem él benned velem kapcsolatban, hogy nem szólsz előttem bizalommal, hogy félelemmel szólsz előttem,
hogy feltételezésekkel szólsz előttem, hogy teljesítményt akarsz nyújtani nekem, fizetni akarsz nekem. Nem kérsz tőlem, mint egy gyermek az apjától, hanem üzletelsz velem. És nem akarom megmondani, hogy milyen fajta torzulások vannak a lelkünkben, de ha kérsz és nem kapsz, akkor az azért van, mert a szívedben valami más él, mint az evangélium. És akkor itt lépünk vissza a 19. vers B részére. És akkor, miután tudható, hogy az igazságban vagy, azaz rendben vagyok, tehát végre megértettem, hogy rendben vagyok. Ezután az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, és akkor itt a bíztatjuk szót, figyelj, bíztatjuk szó, pejtó, figyelj, ez lesz a kulcs. Rábeszél, meggyőz, rávesz, megnyer. Rábeszéljük a szívünket, meggyőzzük a szívünket, beszélünk a szívünkhöz, érted? A hit kulcs eleme nem az elme és az értelem, hanem a szív, ahol az ige kritikusan beszél a hitről, mindig a szívbeli hitről beszél. Márk 11-ben, ahol a hegynek azt mondott, hogy ugorja tengerbe, aki azt mondja ennek a hegynek, hogy vesse magát a tengerbe, és nem kételkedik, hol? Hol? A szívében annak meg lesz, amit mondott. Oké? A szívbeli hit, hitetlenség, a szívbeli valóság számít igazán. És Isten pontosan tudja, hogy ha bár már az elméddel megértetted az evangéliumot, lehet, hogy még a szívedben nem ment le. A szív szó, nézem, he kardia as, a fizikai, lelki és szellemi élet központja. Fizikailag értjük, hogy miért az életünk központja, lelkileg és szellemileg is a szív a központ. Azt mondja, hogy onnan indul ki minden élet. Azt mondja, hogy a szívből származnak a szavak, a gonosz gondolatok, az áldás is, meg az átok is. A szív az, ami a lényeget tartalmazza. Nem tudom, hogy természeti ésszel, hogy kéne mondani, tudatalatti vagy tudattalan, nem tudom, de sokkal inkább ahhoz van köze, mint a tudatos énünkhöz. Valami, amiben pakolunk, és ami megtelik valamivel, és ahogy megtelt valamivel, egész természetesen gondolkodik valamilyen módon, viszonyul valami módon. A szívünket meg kell győznünk az evangéliumról, meg kell győznünk az új igazságról, elő kell venni ezeket az észrepesztő gondolatokat, miszerint Isten veled van, és nincs ellened, hogy bármit kérsz tőle, megadja neked, és meg kell győznöd a szívedet arról, hogy ez a valóság. Nem egyszer mondani neki, hé, szívem, azt tudtad, hogy ha bármit kérsz az Úrtól, megadja neked? Adjál már, egész életünkben próbálkoztunk, annyit imádkoztál, hogy már a térded is kikérgesedett, sose kaptunk semmit, de ahogy is kapunk mi bármit is. Valami ilyesmi lehet a párbeszéd, és akkor fogod magad, kus! Az, én most rájöttem, mi az igazság, és elkezded meggyőzni a szívedet. Egyszer, kétszer, háromszor, nem, végtelenszer, addig győzöd, amíg meg nem adja magát. Addig beszélsz hozzá, ameddig egyet nem ért veled. Át kell mosnod a belsődet ezzel az új igazsággal, mert a hit nem az értelemben van, ahol most döntesz, és azt mondod, hogy oké, összeállt a kép, itt vannak a bizonyítékok, s én nem vagyok. Hiszek. Nem, mert a szívedben ott van az a teljes évek, évtizedek alatt lerakódott trutyi, aminek fel kellene cserélődnie az igével összhangban lévő szívbeli meggyőződéssel. És ezt a szót használja. Pejtó, pejtó. Rábeszél, meggyőz, rávesz. Második jelentés. Elhitet, félrevezet, akár még olyan szinten is mondhatod a szívednek, ahogy te mondod, úgy tűnik, mintha neked lenne igazad, de én akkor is rád kényszerítem az evangélium szabadságát, mert én ebben hiszek, ez a valóság, bebizonyosodott, ott vannak az igék, én szívem, némulj el, azt kell hinned, amit én mondtam neked. Harmadik jelentés, passzív alakban, bízik, hallgat rá, engedelmeskedik, hagyja magát meggyőzni. Ez is passzív, negyedik, meggyőződik, hisz, biztos benne. Ötödik, elbizakodik. A szívnek egy olyan állapotát kell, hogy elérjük, ahol ő meggyőződött
az evangélium és az üdvösségben hordozott, származtatott áldások igazságában annyira bízik, hogy már-már elbízza magát, és te győzöd meg a szívedet, te beszélsz a szívedhez, te pejtó a szívedet, pejtó, rábeszél, meggyőz, rávesz, megnyer, megnyered a szívedet. Hát, de én csak hiszek, amit hiszek. Ezt értem, hogy most hiszel, amit hiszel, de fél év múlva, hogy mit hiszel, abban benne van az, hogy egy éven keresztül, fél éven keresztül mit beszéltél magadhoz. Mit forgattál az elmédben, mi az, amit kimondtál, mi az, amivel tápláltad a szívedet. Mert ő ezt mondja, és most olvasom tovább a verset, és nem sokára be is fejezzük, tartsatok ki, de ez annyira jó, azt mondja. És akkor az Úr előtt, az ő színe előtt azzal bíztatjuk pejtó a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, és itt mondja azt, hogy a szívem ellenem beszél. Ez az elítél, mondjam az elítél szót, elítél. Azt mondja, hogy elítél. Lehet, hogy nem írtam ki, de megnéztem, az elítél valami ilyesmit jelent, hogy véleményt alkot, felszólal, észrevesz, beszól, valami ilyesmi, elítél. A szívem visszabeszél, mert ő abból a tapasztalatból beszél, amit az elmúlt évtizedekben magába szedett. És te most a szíved ítéletével szemben beszélsz, tudva, hogy Isten nagyobb a szívődnél, és ő mindent tud. Tehát van egy belső bizonyságod arról, hogy ez nem igaz, van egy értelmed, ami azt mondja, hogy igaz, és tudod, hogy van egy Istened, aki nagyobb mindennél, és még ha a szíved vádol is téged, ő akkor is tudja, és neki van igaza. Úgyhogy te, a te döntéseddel, a szavaiddal, és tudva, hogy Isten mögötted áll, amikor te győzködöd a szívedet, igenis ragaszkodsz hozzá, hogy a szíved újuljon meg. Egy gyakorlati dolgot tanultunk. A hit, a szívbeli hit növekedésének a módszerét most hallottad. Megvan? Pejtó a szívedet, meg kell győznöd a szívedet. És aztán figyelj, szeretteim, és itt ez ledobja az égszíjat, szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, azaz eljutottál oda, hogy a szívedben van a hit. Ha a szívedben hiszed, azaz valami olyasmi, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében parancsolom allergia, hogy szűnj meg. Orfolyás, szem, menetekkel, sziasztok, szemkönnyezés, torokkaparás, parancsolom, hogy szűnj meg. És a szívem legmélyén teljes egyszeri, gyermeki hittel tudom, hogy ennek így kell lennie, mert a szívem már megtelt ezzel a valósággal, akkor az csak meg lesz. Akkor az csak meg lesz. Ha kérem Istentől, ha ezt kérél, atyám, szüntesd meg ezeket a tüneteket. És tudom, hogy amit kértem, megkapom. És itt van a szó egyébként, szeretteim, pedig, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólunk, itt úgy van, hogy szólhatunk, de az eredetiben szólunk van, Isten előtt bizalommal megnézzük, jó? Bizalommal. Azt mondja, bizalommal. Itt van. Hé, perisszéja az, szabad szólás, szólásszabadság, őszinteség, nyíltság, bátorság, magabiztosság, önbizalom, nyilvánosság, bizalom. Oké? Tehát szabad szólás, őszinteség, nyitottság, bátorság, magabiztossággal szólok Isten előtt. Annyira megértettem, hogy ő velem van, hogy nincs semmiféle visszatartás, semmiféle fontolgatás. Megértettem, hogy az evangélium valós, és lebontotta az akadályt, ami köztünk van. Nincs már kárhoztató ítélet ellened. Igaz vagy, ahogyan ő igaz. A szíved megtelt, feloldódott ebben, és bátorsággal szólsz. Szabad szólás,
őszinteség, nyíltság, bátorság, magabiztosság, önbizalom. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle. És akkor persze itt van még egy befejezés, és ezzel fogjuk lezárni. Mert itt van az ok, hogy miért kapjuk meg tőle. És ez megint úgy tűnik, mintha jönne vissza a fekete leves. Pedig eddig olyan jól hangzott, Sanyi, olyan jól mondtad. Most ez megint leront mindent. Mert megtartjuk a parancsolatait, de hát én nem tartom meg. Hát én nem tudom megtartani. Ki tudja megtartani a parancsolatait? Senki nem tudja megtartani. Ha az Ószövetség szemüvegén átnézed, ez lehetetlen. Azt mondja, mert azt tesszük, ami kedves ő előtte, de én annyi mindent teszek, ami nem kedves ő előtte. Igen, ha az Ószövetség szemüvegén átnézed, akkor ez lehetetlen, de nézd az Új Szövetség szemüvegén át. Mit jelent az Új Szövetség szemüvegén át megtartani az ő parancsolatait? A megtart szó, már is mondom, azt mondja, megtart. Teleó, azt mondja, az ógörökben a harmadik jelentés az első, vigyázz, figyel, szemmel tart, ügyel. Ha ügyelsz az ő parancsolataira, ha szemmel tartod a parancsolatait, ha pontosabban ha azt mondanám, hogy ha nem felejted el az ő parancsolatait, ha tudatában vagy neki, nem teljesítményt jelent, nem cselekedeteket, hát erről szól az egész Új Szövetség, az evangélium lényege szól arról, hogy nem cselekedetekért van, hanem hitáltal. Milyen hitáltal? Hát az ő belévetett hitáltal. De az elsődleges jelentése a modern értelmezésben a megtart, őriz, megőriz, megóv, és aztán fenntart, gondoz, gondoskodik. Jó, és a vigyázz, figyel, szemmel tart, ügyel a közbülső jelentés, de az ógörökben ez az első. Tehát, mert megtartjuk a parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Mi a kedves ő előtte? Mi az, ami kedves ő előtte? Hát, hogyha az igazságot cselekesszük, és mi az igazság? Hé! Hirtelen akartam kimondani a megigazulást. Hé! Mindegy. Dikaiosune. Hé, dikaiosune, ész. Ha a megigazultságot cselekesszük, az, ami kedves ő előtte. És csak figyeljétek a szövegkörnyezetet. Oké, megint mit mondok? Azt mondom, hogy ez az evangéliumról szól. Mit tartasz meg? Az ő parancsolatát, ami az evangélium. És mi az, ami neki tetszik? Ha ebben a megigazultságban élsz, megmaradsz ő benne, és gyümölcsöt teremsz. Ez az egész logikája. És csak, hogy ne zavarodjunk össze, rögtön ezt el is mondja utána is. 23. Az ő parancsolata pedig az, hogy... Tehát mikor kapsz meg mindent tőle? Ha megtartjuk a parancsolatait. És mi az ő parancsolata? Hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. Oké, a megtartja szó, az előbb megint olvastuk, ugye figyelmez, odafigyel rá, szemmel tart, ügyel rá, az ő parancsolata, az megmarad, a megmarad, az a menó, azt mondja, marad, tartózkodik, ott marad, fennmarad, lakik, helyt áll, kitart. Tehát, ha én észben tartom őt és az ő parancsolatát, ami mi volt? Az evangélium. Most olvastuk, az az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében. És ezáltal legyünk szeretve, és aztán szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott, de az ugye gyümölcs lesz. Tehát a lényeg az evangélium. És ha mi ezt megtartjuk, akkor ő bennünk marad. És mi is ő benne. És hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. És erről más helyeken is beszél, hogy van egy belső bizonyságunk arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, a Szent Szellem megszólal bennünk, de ebbe most nem megyünk bele részletesen. Összefoglalva, az egész szöveg bizonyítékot tett a kezedbe arról, hogy te Isten gyermeke vagy, hogy átmentél a halálból az életbe. És mivel ezt tudod,
mivel tudod, hogy az igazságban vagy, elkezdheted bíztatni pejdó a szívedet azzal, hogy még ha te ellenem is beszélsz, akkor is az evangélium és Isten áldása és ígéretei az igazak, és ő nagyobb mindennél, ő mindent tud, úgyhogy bíztatom, meggyőzöm, bátorítom, ráveszem a szívemet arra, hogy egyetértsen ezzel a hihetetlen örömhírrel, az evangélium megszabadító üzenetével. És ilyen módon bátorságot nyerek Isten előtt, szabad szólást, őszintességet, nyíltságot, hisz tudom, hogy ő szeret, és hogy én ellenem nincs semmilyen kárhoztató ítélet, és szabadon, bátorsággal kérek tőle. És amit csak kérek, megkapom. Mert azt teszem, ami tetszik neki, emlékszem az evangéliumra, és azt cselekszem, ami kedves ő neki, megigazultságot cselekszem, megigazult vagyok. Ebben állok. Nem magammal dicsekszem, hanem ő vele. Ő tett engem igazzá, őt ajándékozott meg engem, ő benne vagyok áldott, és én ehhez ragaszkodom, és ezt cselekszem, ebben állok, és ez tetszik neki, ez az, ami kedves neki, és minden imádat meghallgatja. És ha meghallgatta az imádat, tudhatod, hogy már meg is kaptad. Hó, de a világ nem ezt tanította, a vallás nem ezt tanította, hanem ha megérdemled, na pont ez az, amit ki kell pejdó a szívedből, ki kell onnan űzni, meg kell győzni, hogy ne így gondolkozz, nem érdem alapján jön, hanem az evangélium egyszerű elfogadása, egyszerű hit alapján. Nem rajtad múlik, nem te vagy a lényeg, ő a lényeg, te a haszonélvezője vagy a lényegnek. Wow, mekkora üzenet, és itt van ezekben az amúgy szívet szorító, néha mosolyt, néha könnyet ránk hozó szövegben, ha csak helyes szemüveggel olvasod, micsoda megszabadító. Azt mondja, az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és azt mondja, amit csak kérünk, megkapjuk tőle. Amen, amen, mennyei édes apukánk, hálásak vagyunk, és csak arra kérünk, hogy tedd ezt élővé a szívünkben, hogy a szívünk megadja magát neked, Köszönjük. Mert ha a szívünk elítél is minket, ha vádolna is minket, te nagyobb vagy a szívünknél, és mindent tudsz. Neked van igazad, és mi tévedünk. Úgyhogy rávesszük, rábeszéljük, meggyőzzük a szívünket, hogy bátorsággal szóljon előtted, hogy bátorsággal kérjünk, hogy teljes hittel szóljunk, hogy csak egész egyszerű, gyermeki egyszerűséggel elfogadjuk a te szabadításodat, az örömhírt, és éljünk általa, és te megadod a kéréseinket. Arila Nikatana, köszönjük. A názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen, amen, amen. Ez volt a mai üzenet.